Na, a magánéletem az tök rövid lesz. Pedig erre még az a legizgibb. Belefutottam, megint sikerült ilyen tök jó fiúkba belefutom, vagy férfiakba. A lista szerint? Igen, a listát kikerülve, vagy megkerülve egy picit. Ugyanígy én naivan belementem. És nem kellett volna egy-két dologba, igen. De hogy belementél a kapcsolatba, aztán nem az volt, ami... Igen, valószínű, nekem más volt... leadva vagy elmondva, mint amit ténylegesen volt a mögött, a férfi mögött, és sajnos én nem tudtam mögé látni az első pár hónapban. De ne érezd magad. De ez csalódás volt? Igen, igen, csalódás volt. Ahogy beleélted már magad, amikor rá kiderült, hogy... Meddig tartott ez? Hát csak egy pár hónapig, csak inkább ott elég intenzív volt. És nem csalódás, olyan szempontból volt csalódás, hogy a megérzéseimre nem hallgattam, pedig azok általában. És arra kell. Mindenki mondta, hogy jaj, de egy picit ne legyél olyan ennyire óvatos, igen, mindig Réka, mert igen, te mindig fejjel gondolkodsz, hogy engedd el magad, igen, aztán meg és utána meg ott, mert én nem ilyen típus vagyok, és mindig utána, hogy nem akartam persze utána mondani, hogy látjátok, mit mondtam az ember. De nem, az ember mindig erős kontrollat tartja magát, szerintem mi így mindnyájan. És néha akkor is rohadt jól esik azt mondani, hogy akkor ezt most... Igen, de akkor utána végül arcra esel, és akkor azt mondta, hogy jó, oké, de mi van, ha nem? Kellett volna. De mi van, ha nem? Figyelni, hát így van, ha nem. De mi van, ha nem? Nem baj, kell. Az a fontos, hogy egyébként utána, így lássam rajta azt, hogy összetudja magát rakni, igen, majd ha romokba lenne, akkor nyilván azt mondanám, igen, hogy jó, jobban oda kéne figyelni. Meg tudod, de én azt látom, igen, rajta, hogy ez így igen, meg tudod, mi van, Réka, hogy lehet, hogy aztán a végén mégiscsak nem jól sült el, és azt mondta, hogy kellett volna hallgatni a megérzésre, viszont az, hogy ebből tanultál, legközelebb már nem csak egy megérzés, igen, lesz, igen, hanem óriási erővel fogod érezni, hogy nem, igen, ez, nem ez. Igen. Ami most még csak egy kis megbújó megérzés, igen, volt, nem? Igen, és ezt legközelebb sokkal könnyebben felismered, igen, hogy igen, na, ez az a csapda. Igen, és ezekre figyelni kell, én úgy gondolom. Igen. Uh-huh. Jó vagy. Ügyes volt. Megviselt, gondolom azért egy darabig, tehát nyilván nem esett jól. Persze, megviselt, igen, és... Nem úgy indult. Igen, meg az, engem az is megviselt, hogy egy picit rosszul jöttem ki az egészből, tehát egy picit... Hogy még, és még te jöttél ki belőle, igen, rosszul. Igen, 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 és mert nyilván mond, tehát hogy egy... Tehát egy olyan dologba mentem bele, amiben valószínű, akik ismernek. Nem mentél volna. Igen, ti azt mondtátok, hogy biztos, tehát hogyha hallottátok volna máshonnan ezt a történetet, akkor azt mondtad volna például, Réka, Henni, hogy biztos, hogy Réka ezt tudja, hogy nem. Most a legtöbben azért nem mindenki ismer ennyire, ők meg így, hogy tudott ilyet. Van egy tippem. Na. De nem mondom ki. Na, mondjad. Feküdtél vele? Nem. Na, ja, én inkább arra gondolok, hogy itt vagyok, tied vagyok, és akkor kiderül, hogy X éve házas, és X gyereke van. Én ilyet érzek. Ja, igen. De a másik félről. A másik félről, hogy egy ilyenre is rá lehet szaladni nagyon könnyen. De arra mondhatja, hogy nem tudott róla. Hát de tényleg nem tudott, tehát hogy mert mondja a Réka, hogy mást mondott, mint a mi. Igen, tehát, hogy elő lehet azt adni, hogy már épp válok, aztán kiderül, hogy... Mindig nem tudtam, de igen, hogy... Mindegyiknek hogy rossz a kapcsolata, és éppen válik mindig. Igen. Hát igen, ez azért nem. Nem, de azért ezt nem, de én már ezt megtanultam, tehát én már tele van a padlás a van ugyan egy gyerekünk, de épp most válunk, már épp úton vagyok azért beadni a... Azért egy háztartásban, még mert még most mert még, a igen, még igen, most, igen. Jaj, minden. És mennyivel is korrektabb lenne azt mondani, hogy figyelj, ezt szeretném, szeretnéd vagy nem. Igen, és ez van, igen. És akkor kiderül, hogy a párja az meg erről pont nem is tud, hogy nekik ilyen rossz a kapcsolatuk, és egyébként nyaralgatunk együtt, meg mindent csinálunk együtt, és akkor te meg bekajálod, és aztán kiderül, hogy már hára nincs az. És akkor te érzed magad tök hülyének, pontosan, hogy rámentél. De igen. Hát ezért ne legyél. Örülj neki, hogy vége. Egyébként szerintem ilyen mindenkivel előfordultnak. És legközelebb ne hidd el. Tehát, hogy legközelebb persze, azért ez a... Persze, azért ez a... Nézzük a papírokat. Igen, nézzük a papírokat, és legközelebb mindent értek, egy év múlva vissza lehet. Így van. Igen. Így van. Amikor lezártad. Egyébként igen. Na, de akkor nem volt ez olyan borzasztó, mert most már ebből kijött. Abszolút, meg sokat annyiba rossz gondolom, hogy hittél benne. Igen, tehát, hogy, igen, hogy igen, igen. Elhitted, meg az, hogy lehet, hogy igen. Igen, meg azt, hogy mondom, hogy olyan hülyének éreztem magamat, hogy nekem ezt kvázi tudnom kellett volna, mert hogy én nem követem ezt az egész történetet, vagy ismernem kellett volna ezt a történetet, aztán úgy mégsem. Na, mindegy. Szóval, hogy így mindenből tanulsz. Mindenből tanulsz, így van.